Új pozícióban folytatja a szekszárdi utánpótlás nevelő futballklubnál Vizdár Zsolt. A korábbiakban már edzői és sportigazgatói pozíciót is betöltő szakember, a nyártól már klubmenedzserként vállal szerepet az egyesületben. Vizdár Zsolt elmondta, a továbbiakban nem fog megjelenni sportvezetői szerepben, sem az utánpótlás, sem pedig a felnőtt csapatoknál, de tudásával és szakértelmével továbbra is igyekszik támogatni a klubnál dolgozó edzőket. A szervezés és a kapcsolattartás lesz a fő feladataim között. Mindenféle szervezés, ami az egyesülethez fog tartozni, az körülbelül hozzám fog tartozni, közösen a kollégákkal, meg az elnök úrral nyilván egyeztetve. Kapcsolattartás ugye az elnökségi tagokkal, a támogatókkal, régi támogatók megkeresése, régi új támogatók visszacsábítása. Hozzátette, a városi rendezvényeken való megjelenés, a klub promotálása és vonzóbbá tétele is a feladatai közé fog tartozni. Mivel a szekszárdi UFC az utánpótlás nevelésre fekteti a legnagyobb hangsúlyt, így fontos, hogy minél több iskoláskorú gyermek körében népszerű sportegyesület legyen. Amiben tudok segítek, a Micskó Márka is egyeztettem már, hogy egyszer-kétszer be fogok neki is segíteni mind az utánpótlásban, mind akár a felnőtt csapatnál. Ezen kívül az NB3-as csapatnál annyiba segítkezek, hogy vannak játékosok, klubok is, akik már engem megkerestek, hogy ide jönnének, és akkor én azt ugye a Turi Zsolttal egyeztetve, hogy van-e esetleg szükségünk a játékosra, ilyen típusú vagy olyan típusú játékos, mi az, ami nekünk kellhet. Összetett feladatok várnak az elkövetkezendő idényben Vizdár Zsoltra, akinek az NB1-be frissen feljutó női csapat támogatása is kulcsfontosságú lesz.